az micsoda, az hogyan jött létre? A népbíróságok, ez nem csupán magyar nyelvnek a sajátosságát tükröző fogalom. Népbíróságok Európában szerte a II. Világháborút követően alakultak, Ausztriában például Volksgerichtek és így tovább. Ugyanakkor azonban már van egy nagyon sajátos fogalom, a népbíróságokon belül, hogy milyen törvények, milyen rendeletek alapján működnek, mert itt már van egy nagyon egyértelmű utalás, mert ameddig a nemzetközi jogban 1945 őszétől a béke, az emberiesség és a háborús bűncselekmények vannak, a magyarban a háborús bűncselekmények mellett az úgynevezett népellenes bűncselekmények fogalma jelenik meg. Ez viszont egy szinkron fordítás, oroszból a vrag narodovnak a lefordítása, és ez bizony az 1930-as évek második felében elég gyakran hangzott el Moszkvában, és elég sok ember fejébe lőtt golyóval zárult ügyeknek volt a terminus technikusa. A háború után, amikor tényleg jogos és indokolt volt az az igény, hogy a háborús bűnöket elkövetett személyeket vonják felelősségre, nos ezzel erre rácsatlakozik egy másik igény, jelesül a kizárólagos hatalomra törő kommunista pártnak az igénye, az, hogy mindazokat, akik a hatalom útjába álltak, ezeket onnan elsöpörjék, mégpedig nem csak egyes vezető személyeket, hanem azokat a mondhatni tömegeket, akik a helyi közigazgatásba dolgoztak, jegyzőket és más közigazgatásba működő hivatalnokokat, mert hisz ezekre a helyekre nekik mérhetetlen szükségük volt. A belügyet már értem, de nemzetközileg milyen egyezmények köteleztek minket ezekre a perekre? Valójában 1943 őszén fogalmazódik meg Moszkvában az a gondolat, hogy a háború után egyfajta felelősségre vonás lesz szükséges. Most Magyarország esetében ezt nem írják elő. Magyarország számára 1945. január 20-án, amikor Moszkvában aláírják a fegyverszüneti egyezményt, egyetlen egy pont van, ami a háborús bűnösökkel foglalkozik, nevezetesen az, hogy a magyar államnak mindazokat a személyeket, amelyek más államok kikérnek azért, hogy azon államban elkövetett cselekményeikért felelősségre vonják, Magyarország köteles kiadni ezeket a személyeket. Semmi más. Az olyan programpont nincs a nemzetközi kötelezettségekben, mely Magyarország számára ezt kötelezővé tenne. Az egy más kérdés viszont, hogy 1944. szeptemberétől a Szovjetunióban élő magyar kommunisták számos programot, számos anyagot készítenek, mely a jövőt illet fogom használni. Az micsoda, az hogyan jött létre?